miniszterelnök hatalomban maradása azzal jár, hogy további leértékelésekkel nézhetünk szembe, tőke kivonásokat kell elszenvedni az országnak, nőni fog a munkanélküliség, és nem vagyunk messze attól, hogy szociális elégedetlenség miatt törjenek ki újabb és újabb megmozdulások. Orbán Viktor ma így fogalmazott. Mindezekhez képest ma este megvizsgáljuk, mi lehet egy most már merőben politikai játszma lehetséges végkifejlete a hétköznapi életünkre nézve. Számba vehetők-e a praktikus következmények, például mi lesz a fizetések, a megtakarítások reál értékével, a felvett kölcsönökkel, egyáltalán felmérhető-e a gazdaság, a költségvetés és általában az életkörülmények közeljövője akkor, ha az utcai kedélyeket csak a mostani kormány lemondása csillapítaná le. A tüntetők saját internetes honlapjukon nyilvánvalóvá tették, hogy a bírókkal és ügyészekkel sem kukoricáznak, és épp úgy, ahogy a nekik nem tetsző újságírókról nyilvános listát készítettek, lakásszímüket és telefonszámokat is feltüntetve, közölték most a törvény emberein a sor. Vajon ez is csupán része a demokratikus véleménynyilvánításnak? Vajon mit láthatott, aki a Hír TV-n nézte a szabadságtéri zavargásokat és nem csak a képeket? Tárgyilagos, korrekt közvetítést, vagy valami mást, amit a csatorna korábbi vezetője így írt le, a közvetítő riporter szárnyakat adott vágyainak és forradalmat látott abban, ami agresszív verőlegények provokációja volt. Vélemények, érvek és tények a Hír TV műsoráról ma este nálunk. Ezekben a napokban lehetséges politikai fejleményekkel, úgynevezett forgatókönyvekkel foglalja el magát a politológusok zöme. De pártszimpátiák szerint megoszlanak a vélemények arról is, maradjon vagy inkább menjen a kormány, ráadásul újabb grandiózus tüntetés is készül. De talán itt az ideje, hogy egy pillanatra kölcsön vegyük azoknak a szemüvegét, akik mindazt, ami történik, indulatok nélkül hideg fejjel latolgatják, mert elsősorban arra kíváncsiak, mi lesz holnap és holnap után, dőljenek el bármerre is a dolgok. Vendégünk Hegedűs Miklós, a GKI ügyvezető igazgatója. A nagy pénzügyi szolgáltatók és elemző cégek közül utoljára a JP Morgan és a Dresdner Bank londoni részlege foglalkozott a magyar helyzettel, ez egy meglehetősen friss jelentés. Lényegében mind a két cég, mind a két bank, illetve intézmény elhúzódó politikai bizonytalanságot veti előre, de mindkettő érzékelteti, hogy a befektetőknek Gyurcsány maradása lenne a jobb hír. Ön szerint miért gondolkodnak így ők? Alapvetően azért gondolkodnak így, mert az Európa illetékesei, elsősorban a külföldi befektetők, pénztulajdonos, nem csak a befektetők, hanem akik a magyar állampapírt vásárolják, tehát ami a költségvetés finanszírozzák, az adósságot finanszírozzák, azok úgy látják, hogy Gyurcsány személyében van meg az az erős ember, ami a nagymatag MSZP összetétel mellett garancia arra, hogy a vállalt konvergencia programot végre tudja hajtani keménykézzel. Tehát 2007-2008-ban körülbelül a költségvetés hiányát arra a szintre próbálja, tudja leszorítani, ami az euróhoz való csatlakozás egyik alapvető feltétele. Minden további személyes, vagy esetleg az ellenzéki hatalomra kerülés, azt gondolom, hogy ezt a programot nagyon nagy mértékben veszélyezteti. De egyöntetű vélemény, mert itt ugye két intézetet, illetve két bankot idéztem, egyöntetű vélemény az külső gazdasági elemzők körében, hogy egy kormányváltás súlyosabbá tenné a helyzetet? Ha igen, akkor miért és mivel? Elmondtam az előbb, hogy a Gyurcsány személye itt nagyon fontos központi figura ebben az egész válható fejleményekben. De miért egyébként? A Gyurcsány személye miért ennyire hiteles neki? Azért, mert az egész történelmi indítatása olyan, hogy egy kicsikét osztogató, és mindenfajta olyan fajta programtól irtózik, és tulajdonképpen az elmúlt négy év politikája ezt igazolja, és Gyurcsánynak azok a kemény szavai, ami a Balaton összödi rendezvényen elhangzott, épp azt ostorozta, azt a fajta betyőkeresett és tulajdonképpen osztogató politikát, ami jellemző az MSZP nagy tömegei, nem mindenkire, de a meghatározó hangadói egy részére, és ebből adódóan nincs meg az a kellő eltökéltség, politikai szándék, akarat, ami egy ilyenfajta fájdalommal járó társadalmi problémát végre tudna hajtani a következő másfél-két évben. De miért nem szavaznak bizalmat ugyanezek a befektetők, illetve gazdasági szereplők például egy Orbán Viktor által javasolt úgynevezett szakértői kormánynak? Akkor, vagy az ő esetében mitől tartanak?
Hát először is ugye a Fidesz programja ugyan mélyen hallgat arról, hogy milyen változtatásokat kellene alkalmazni, vagy milyen eszközökkel lehetne azt a bizonyos költségvetés államadóságot ledolgozni. Ő azt hangsúlyozta most is, hogy erőteljes azonnali adócsökkentés. Hát ez adócsökkentés ebben a helyzetben halála a magyar gazdaságnak is. Mindenfajta külföldi befektető úgy érzékeli, hogyha valaki azzal kezdi a mostani 10% körüli költségvetés irány, hogy további adókedvezményeket próbál a társadalom, üzleti szféra számára, a lakosság számára adni, az úgy elhúzza ezt a bizonyos költségvetés helyreállítását, amit a végét nem lehet látni, ez pedig azt gondolom a tőke számára nem elfogadható festek. Egy pénzpiaci szereplő, egy nemzetközi befektető, például túl a saját gazdasági érdekein, figyelembe veszi-e, vagy kalkulál-e azzal, hogy egy kormány demokratikus választások eredményeként jutott hatalomra? Vagy ez neki nem számít, az a lényeg, hogy hol tudja jobban fiasztatni a pénzét? Én azt gondolom, hogy a mostani globalizált világban a tőkebefektető mindenfajta pénztulajdonos nagyon fontos, nem csak a gazdasági feltételek kedvező alakulása a profit szempontjából, hanem ennek feltétele egy kiegyensúlyozott társadalmi háttér, egy szociális megnyugvás, vagy legalábbis egy olyan fajta gazdasági háttér, ahol hosszabb távon a bizalom megvan a piacgazdaság működési feltételeivel, és én azt gondolom, a legfőbb probléma ott van, hogyha valamelyik hatalmi vagy ellenzéki erő, mondjuk a polgári demokrácia alapjait kérdőjelezi meg, az megkérdőjelezheti a piacgazdaság alapjait is, márpedig az alapvetően tulajdon tőkét érint, és azt gondolom, hogy ettől azt mindenki írtózik Európába. Ettől a tétova és egyre bizonytalanabbnak látszó helyzettől beindul-e a gazdaság, illetve a költségvetés tekintetében a lavina? Nem indul be, hogyha a kormány marad, mert részben ugye már elindult ez a bizonyos konvergencia program végrehajtásával, tudjuk szeptember 1-től elég jelentős adó és különböző lépések léptek életbe, már erre az évre vonatkozóan, és amennyiben a kormány marad, a 2007-es költségvetés további a kiigazítás irányba teendő lépéseket fogalmazza meg, és én úgy gondolom, hogy az eddig vázolt költségvetés bevétel kiadási oldalon történő lépések elégség ahhoz, hogy mondjuk 2008 végére 3% közelébe vigyék a költségvetési hiány. Ez egy nagyon fontos fejlemény, és azt gondolom, hogy a külföldi... De a kérdésem arra vonatkozott, hogyha eltartanak ezek a belharcok, akkor mi a helyzet? Vagy akkor is úgy gondolja, a kormány töretlenül teszi a dolgát? Én azt gondolom, hogy igen, ha itten valamilyen drámai változás vagy fordulat nem következik be, hanem ez a bizonyos hát utcai események történnek, ami az elmúlt hetekben jellemző volt, ez ugye megnehezíti a dolognak a társadalmi végrehajthatóságát, megnehezíti a kormány konvergencia program végrehajtását, de azt hiszem, hogy alapvetően nem akadályozzanak. A probléma ott van, hogyha itt ennél sokkal erőteljesebb változások kényszerülnek ki a kormány részéről. Ugye most azt a párhuzamot szeretném végigbeszélgetni önnel, ami adott esetben mondjuk, ha hatalomra jut egy úgynevezett szakértői kormány, az esetben mi a helyzet? A mindennapi életünkre nézve, ez mit jelentene? Például mit jelentene a forint-euró árfolyamra nézve? Először is azt mondanám, hogy szerintem az ilyenfajta kormány az a trójai faló az ellenzék számára, ami arra való, hogy átmenetileg ezen keresztül hatalomhoz jusson. Tehát én ebben a megosztott politikai helyzetben egyszerűen nem tudom elképzelni egy ilyenfajta szakértői kormánynak a működését. Ez béna kacsa lenne, hiszen mindkét politikai oldal próbálja a szempontjait érvényesíteni, és azok a drámai gazdasági lépések, amelyek megkezdődtek, annak a végrehajtása nem megy ütközések nélkül is, ez állandó politikai harcok mentén megy, és ebben egy ilyen független szakértői kormány tulajdonképpen nem tud igazán működni. Na most, ha a kormányválság elhúzódik, akkor nézzük ezt. Az mit jelent például a forint-euró árfolyamra nézve, ha megérinti? Hát én abból indulnák, hogy a magyar gazdaság meglehetősen erős, jó állapotban van, a gazdasági növekedés 4% fölött, ipar 10%-kal gyorsabban nő, Európában konjunktúra élénkül az elmúlt hetekben, hónapokban. Ebből adódóan azt gondolom, hogy ha nagyon hosszan elhúzódik ez a bizonyos politikai bizonytalanság, vagy az utcai küzdelem, ami most kialakult, akkor bizony a
külföldi befektető és a hitelezőknek a bizalma a magyar gazdaság stabilitását illetően megrendül, és ez az árfolyamnak esetleges elfutását jelenti, illetve hát a költségvetést olyan szempontból érinti, hogy a Nemzeti Bank valószínű kamatemelésekre kényszerül, ez a költségvetés hiányát tovább növeli, tehát elindul egy ilyen árfolyam, kamatláb emelkedési folyamat, aminek a költségvetésnek a dolgai megnehezülnek a jelenlegihez képest. Tovább mélyül mondjuk a költségvetési válság. Igen, mert többet kell fizetni, ugyanannyi hitel felvételé, mint amennyit egy korábbi helyzetben. Ha a befektetők nagyobb arányban vonulnak ki a magyar piacról, az miért árt a gazdaságnak, és ennek a hétköznapi életünkre nézve milyen negatív hatásai vannak? Előbb említettem, hogyha mondjuk a hitelezők egy része úgy gondolja, hogy nem biztos a magyar gazdaságban való hitelezés, akkor az azt jelenti, hogy csak úgy lehet megtartani bizonyos hitelezési rész, hogyha a kamatlábakat nagyon nagy mértékben megemeli. Ez pedig a költségvetését ugyanilyen mértékben rontja, ez az egyik oldal. A másik oldala az, hogy a valóságos, tehát üzleti befektetők, amelyek különböző gyárakat és üzemeket üzemeltetnek, ott pedig az a probléma, hogy nem látják annak a jogi biztonságát, az üzletnek a biztonságát, ami a kellő működéshez szükséges, és ezért olyan országokba mennek, ahol ez a társadalmi háttér, szociális háttér többé-kevésbé rendezett, és ez azt hiszem, hogy megnyugvás ilyen szempontban számára. Tehát Magyarország ugye egy környezetbe helyezkedik el, ahol vannak nyugalmi szigetek, és a tőke azt szereti, hogyha nem igazán ilyen lázongó, hát most ez nem az az ország, feszültségekkel terhes országról van szó. Az lehet-e a politikai válság következménye, hogy az Európai Unió felfüggeszti, vagy egyáltalán nem utalja át Magyarország számára a beígért 8-10 ezer milliárd forintnak megfelelő eurót? Én nem hiszem, hogy ez az összefüggés érvényes lenne Magyarországra. Egyáltalán ez fönnállhat? Én azt gondolom, hogy nem. Legalábbis, ha a gazdaság normálisan működik, mindenfajta politikai küzdelmek, szembenállások, egymásnak feszülések ellenére, ha a gazdaság működik, és a programok, amelyek a EU pénzek elnyeréséhez, a pályázatok mennek a maguk útján, különböző hát hivatalos tagok, akkor nincs oka az EU-nak megtagadni azt a fajta hozzájárulást, ami a alapszabályban meg van határozva, ami a magyar gazdaság számára hát többé-kevésbé ki van jelölve. A közkiadások szempontjából, tehát az állam által finanszírozott szférában mit jelent, ha elhúzódik a politikai válság? Hat-e ez például a nyugdíjakra vagy a családi pótlékra? Ugye az árfolyam alakulás, a forintnak a értékvesztése azzal a következménnyel jár, hogy például az import nagyon megdrágul. Márpedig a magyar fogyasztási struktúrában az import aránya nagyon magas. Ha az árfolyam nő, akkor tulajdonképpen az import termékek árai nagyon nőnek, ebből adódóan egy erőteljesebb inflációs folyamat indul ki. Már maga a konvergencia program is indított el különböző inflációs nyomást, azonban ha a forint árfolyama mondjuk 10%-kal romlik, például az üzemanyagok vonatkozásában, a kőolajár esetében, most ugye esnek a kőolajára, de például ha a forint árfolyama romlik, akkor a kőolajár esés ellenére a kőolajára, a benzinára esetleg Magyarországon emelkedik az árfolyam növekedése miatt. A kérdésem, ha emlékszik a nyugdíjakra és a családi pótlékre vonatkozott. Hát az a baj, hogy ugye a nyugdíjak ugye meglehetősen érzékenyek az árszínvonalra. Ebből adódóan, hogyha egy inflációs spirál indul be, az egy nagyon erőteljes a nyugdíjaknak egy erőteljes értékvesztését jelenti, tehát jóval kisebb szolgáltatás és terméket tud vásárolni ugyanazon nyugdíjért, vagy valamilyen kismértékben emelkedő nyugdíj, tehát elveszti azt az értékét is a nyugdíj, de ez nem csak a nyugdíj, a bérekre is vonatkozik, és különböző más szférákra is, és a legfőbb veszély az inflációnak a fölpörgése az árfolyam által. Kérdeznék még néhányat csak, hogy megértsem. Hogyan nő ettől például a gáz ára, vagy a víz és csatornadíj? Hát a csatorna és a vízdíj az egy külön téma, de a gáz esetében elég egyértelmű, hogy dollárárakról van szó, de most, hogyha mondjuk a mostani 220 forint per dollár árfolyam 250-re emelkedik, akkor hogyha a gáz világpiaci ára nem nő, akkor is ezzel a 30 forint nagyságban a hazai gázára megemelkedik. Függetlenül a világpiaci ártól. Függetlenül a világpiaci ára. Ezért nagyon veszélyes ez a
bizonyos árfolyam és a forint árfolyamnak a tartása, a forint értékállandósága, megőrzése, ez egy nagyon fontos cél, és ezt gondolom a Nemzeti Bank külön figyeli, de az a baj, hogy ennek súlyos ára van, hogyha emögött nem egy gazdasági erő van, hanem mondjuk pénzpolitikai eszközökkel, kamatokkal próbálják. Hogyan befolyásolja ez a elhúzódó politikai válság adott esetben, hogyan befolyásolhatja a közalkalmazottak bérét? Hát ugyanúgy, mi a többiek bérét, az előbb említettem, a legfontosabb azon túl, hogy a konvergencia program ugye befagyasztja bizonyos közigazgatási rétegnek az esetleg jövőbeni béralakulását, van egy másik hatás, amit említettem, az infláció. Ha az infláció földgyorsul, a bérek maradnak a jelenlegi szinten, az nagyon jelentős vásárlóerő romlást jelent a közigazgatás számára, de az üzleti szférában dolgozó munkavállalók számára, sőt, hát a profitot realizáló üzleti szféra számára is jóval kisebb beruházást tud megvalósítani egy elértéktelenedett forinttal, mint a jelenlegi árfolyamok. Például a lakás és áruhitelekre is hat egy ilyen helyzet? Hát amennyiben ugye a hitelfelvétel például a svájci frankban vagy euróba történt, ott nagyon jelentős változás lehet, hogyha az árfolyam nagyon jelentősen romlik, mert gondoljon bele, hogy valaki... A lakosság hány százaléka vesz föl valutában hitelt? Hát a legutóbbi információk szerint a lakáshiteleknek közel 60%-a svájci frank vagy euróba vettek föl. Most pontos forintos számot nem tudok mondani, de igen jelentős ez a fajta arány az utóbbi időben döntő, a lakosság hitelfelvétel svájci frankban vagy euróban történt. Na most, hogyha az árfolyam mondjuk 10%-kal romlik, akkor bizony 10%-kal többet kell, forintban 10%-kal többet kell fizetni a kamatokon túl a hitelfelvevőnek. Ebből adódóan nagyon megnehezül, mert mondjuk egy 100.000 forintos svájci hitelfelvétel, ami mondjuk 16 millió forint, hogyha ez a 250 forinton vette föl valaki annak idején, most meg 300-ra emelkedik, akkor az azt jelenti, hogy legalább 2-3 millió forinttal többet kell visszafizetni annak a hitelfelvevőnek alak. Ez egy komoly 15-20%-os emelkedés. Más kérdezek, az elhúzódó politikai válságtól sokan elveszíthetik-e a munkahelyüket is? Említettem, hogy a magyar gazdaság pillanatnyilag erős, és én úgy gondolom, hogy a magyar gazdaság beépültsége az európai fejlett ipari körbe azért hosszabb távon, legalábbis én azt gondolom, hogy éves kitekintésben is meg tudja tartani a pozícióját, tehát nem hiszem, hogy hát attól függ, hogy mit jelent az, hogy hosszabb táv, 2-3 hónap, 10 év? Ha 10 év, akkor dráma. Hogyha egy 2-3 hónapról van szó, vagy fél évről van szó, és utána lecsitulnak ezek a kedélyek, akkor úgy gondolom, hogy ezt az időszakot a magyar gazdaság át tudja vészelni, a versenyképességgel nem romlik olyan mértékben, és ez nem jár valamilyen jelentősebb foglalkoztatás visszaeséssel, de ez is kellemetlen. Még valamit hadd kérdezzek meg, hogy tudnélik, mi veszélyezteti jobban a magyar gazdaságot, illetve hát a költségvetés helyzetét? A válság, vagy pedig, hogyha vannak megszorítások és vannak reformok? Mert azért mind a kettőnek vannak élénk kritikusai. Én azt gondolom, hogy egyértelmű a dolog. Egy olyan fajta többé-kevésbé végig gondolt rendszerében végig gondolt, és a különböző társadalmi rétegekre való hatását figyelembe vevő konvergencia, kiigazítás, tudatos kiigazítás, az jóval kisebb fájdalmakkal járhat, mint egy olyan gazdasági, politikai válság, ami mögött nincsen, csak káosz van, mert nem lehet tudni, hogy hol áll meg annak az előzőleg elmondott inflációs árfolyamromlásnak a hatása. Valószínű, hogy a legnagyobb vesztesek az átlagosnál kisebb jövedelműek lesznek, nyugdíjasok, és én azt gondolom, a mostani programnak talán sok hibája lehet, de azért megpróbálta is a különböző rétegek felháborodása azt jelzi, hogy ez sikerült, hogy mindenkit valamilyen mértékben bevonjon ebbe a teherviselésbe, ami a kiigazításhoz szükséges. Köszönöm szépen ennek a válaszokat. Most egy kis szünet következik, aztán amikor visszajövünk, már arról lesz szó, hogy egy honlapon a kossuth-téri tüntetők beígérték, hogy fekete listát tesznek közzé az utcai zavargások ügyében eljáró bírókról és ügyészekről. Ezzel a témával folytatjuk rövidesen. A Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa Budapesten a 2006. október 4. napján megtartott nyilvános tárgyaláson meghozta a következő ítéletet. A 2006. szeptember 20. napjától előzetes fogvatartásban lévő Béla szerződéses szakasz vezető vádlott bűnös
bűnsegédként csoportosan elkövetett hivatalos személy ellen erőszak büntettében, ezért 1 évi és 6 hónapi börtönbüntetésre és 2 évi közügyektől eltiltásra ítéli. Amikor még a múlt héten olyan szónoklat is elhangzott a budapesti Kossuth téren, hogy induljon el egy menet a politikai foglyok kiszabadítására, még mondhatta bárki, hogy annyi mindent beszélnek ott, ahol az kapaszkodik fel időnként a pulpitusra, aki akar, nem kell mindent halálosan komolyan venni. De vajon biztos-e, hogy nincs, amit mégiscsak érdemes nagyon is komolyan venni? Listákat tesznek ugyanis közzé, olyanok nevét írják föl, néhol lakcímmel és telefonszámmal, akiket a tüntetők ellenségük tartanak, vagy ahogy ők nevezik, a felelősökét. Most például bejelentették a bírókon a sor, akik elmarasztaló döntést hoznak az utcai zavargások miatt lefogottak ellen, akiket egyébként a tüntetők honlapja politikai fogolynak vagy foglyoknak nevez. Hivatalos teendői miatt vidéken van, így telefonon válaszol kérdéseimre most élőben Lomnici Zoltán, a legfelsőbb bíróság elnöke. Hall engem, elnök úr? Igen, jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket. Jó estét kívánok. Kíváncsi vagyok, ön mit gondol egy ilyen listáról? Minden jogállamban alapkövetelmi, hogy a munkáját jogszerűen végző bírót semmilyen hátrány ne érhesse az eljárása miatt. A határozataink, ítéleteink a nyilvánosság előtt bírálhatóak, a kritika vonatkozhat a bíró eljárására, döntésére egyaránt, de a bíró esetén sem léphetők át a jogszabályi korlátok, tehát a fenyegetés, a rágalmazás a bíró tekintetében is jogellenesnek minősül. Korábban, ha kritika érte egyik vagy másik bírósági ítéletet, ön úgy érezte, legalábbis gyakran adta ennek tanújelét, hogy ki kell állni a bíróságok szakmai tekintélyének védelmében. Ez esetben ezt miért nem tette meg idáig? A bíróság tekintélyét nagyon fontosnak tartom. Természetesen elsősorban mi magunk tehetünk a legtöbbet azért, hogy legyen tekintélyünk, de a megalapozatlan támadásokkal szemben is védeni kell. Egyébként, hogy a konkrét kérdésre választ adjak, erről a hónapról én tegnap este szereztem tudomást, és ismereteim szerint név és szöveg még nincs rajta, legutóbb ezt a tájékoztatást kaptam. Ez be van ígérve, igen. Az egyik napilap, a Magyar Nemzet egyre több hírt kap arról, miszerint ártatlanokat is meghurcolnak a bíróságokon, különböző rendőri kényszerintézkedésekről, koncepciós vádakról és ítéletekről beszél a lap. Ami a bíróságokat illeti, nem érzi úgy, hogy erre nagyon határozottan és rögtön válaszolni kellene? Elvárható, hogy a bíróság eljárása jogszerű legyen. Tény, hogy a bíró is tévedhet, a döntés lehet törvénysértő és megalapozatlan. A hiba kiküszöbölésére minden esetben a jogorvoslat szolgálhat. A másodfokú bíróság korrigálhatja a törvénysértő döntést. Ilyenre egyébként az elmúlt napokban is sor került, volt rá példa. Tehát nagyon fontos az, hogy a bírókat se érje meg alapozatlan támadás, ugyanakkor a bírói hibák is korrigálhatóak legyenek, ez törvényileg alkotmányosan Magyarországon. De itt van egy kis félértés közöttünk, itt nem bírói hibákat ró föl a honlap, tehát hogy azoknak teszik a nevét közzé, akik hibás ítéletet hoztak, hanem úgy általában, akik ilyen ügyben ítélkeztek. Éppen ezért kérdezem újólag, hogy nem érzi-e úgy, hogy erre válaszolni kellene önnek, mint a testület első számú emberének? Természetesen én a bírók bármiféle megkülönböztetését, listázását, meghurcolását visszautasítom. Egyébként az OIT is több ízben foglalkozott a bírák védelmével. Jogszabályi kezdeményezéssel értünk, azt szerettük volna elérni, hogy a keresetindítási jog, mint ahogy a minisztert megilleti, az OIT elnökét is illesse meg. Sajnos ez nem vezetett eredményre. Én egyébként az Alkotmánybíróságtól is kértem alkotmányértelmezést e tekintetben is, a bírók védelme tekintetében is, tehát minden esetben a szükséges lépéseket megtesszük. De az nem elég egy ilyen esetben? Bocsánat, hogyha kikéri magának, tehát a nyilvánosság eljár és azt mondja, hogy ne tovább, mert ennek súlyos következménye lesz. Ehhez szerintem nagyon jogszabály módosítást vagy változást várni, az majd a maga útját bejárja, de ez most azt hiszem, hogy prompt, tehát azonnali lépést igényelne. Nagyon sok esetben bűncselekmény elkövetéséről van szó.
a bírótér támadás esetén az adott bíróság elnöke és a bíró maga dönt arról, hogy milyen lépéseket célszerű tenni. Ez lehet az adott esetben nyilatkozat vagy jogi eljárás is. Egyébként nekem személy szerint legfelsőbb bírósági elnökként nem túl jók a tapasztalataim. Épp két nappal ezelőtt tájékoztattak, hogy egy általunk kezdeményezett eljárás negatív eredménnyel zárult. Tehát itt van mit tenni, nagyon fontos lenne, hogy ne a bírónak kelljen ilyen esetekben fellépni, ezért javasoltuk azt, hogy ezt a feladatot az OIT illetőleg van. Ha jól értem, jogszabályokon túl a legfelső bíróság elnöke nem gondolja, hogy ki kéne ülni a nyilvánosság elé, vagy most ez az interjú azt szolgál, hogy ő mégiscsak azt mondja, hogy álljanak meg ezzel a kísérlettel, mert súlyos következménye lesz. Főszerkesztő úr, válaszolok a kérdésekre, egyértelműen állást foglaltam a tekintetben, hogy a bírókkal szemben semmiféle jogellenes magatartást nem tartok elfogadhatónak. Az ön megítélése szerint egyébként egy ilyen, egyelőre még csak ígért lista fenyegetése a bírák számára, vagy olyan nyomásgyakorlási kísérletnek tartja, amivel nem kell különösebben törődni? Látni kell a szövegkörnyezetet is, a bíró neve és beosztása közérdekű adat, tehát önmagában internetre helyezése nem jogellenes. A szövegkörnyezet dönti el, hogy milyen lépéseket kell tenni, tehát még erre nem került sor, konkrét választ a kérdésre nem lehet. De ilyenkor például, nem tudom én, vizsgáltatják azt, hogy a honlapon milyen egyéb szöveg van rajta? Tehát milyen szövegkörnyezetben, ahogy ön kifejezte magát, milyen szövegkörnyezetbe került ez a mondat? Idézem egyébként, a nyilvánvaló megtorló egyúttal megfélemlítő célzatú rendőri és bírósági jogtiprásra válaszul, honlapunk a jövőben közzéteszi azon ügyészek és bírák nevét, akik a törvénytelenségek végrehajtói, részletek rövidesen. Az illetékes bírósági vezető kötelességszerűen vizsgálják természetesen, hogy milyen lépések megtételére van szükség és lehetőség. Ha egyébként egy bíró úgy érzi, hogy fenyegetik, milyen védelemre számíthat, és legfőképpen kitől? A fenyegetés jellegétől is függ, lehet büntetőjogi védelem, és lehet konkrét esetben nyilatkozat is, amit a bírósági vezető tehet meg. Ugyan meg nem erősített hírek szerint, de már van olyan bíró állítólag itt a fővárosban, aki nem hajlandó tárgyalni ilyen ügyet, mert fél. Személy szerint ön, mint a legfelső bíróság elnöke, konkrét ügyben vagy konkrét esetben tud tenni, hogy mégiscsak megállítsa ezt a folyamatot, hogy bírók visszaadják az ilyen típusú ügyeket és nem hajlandók tárgyalni? Ami a legfelsőbb bíróság elnökén múlik, azt természetesen meg is teszem. Minden bíróságnak van elnöke, és ő is jogosult ezekben a kérdésekben a szükséges intézkedéseket megtenni. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt így útközben is. A témát Cserny Jánossal, a Fővárosi Bíróság bírájával folytatom. Ön gyakorló bíróként ezt a listát, amiről szó van, egyértelműen fenyegetésként könyveli el? Mindenféleképp fenyegetés, hogyha, ahogy már az elnök úr is fogalmazott ezelőtt, ilyen most szépen konkretizált szövegkörnyezetben jelennek meg ezek a nevek. Tehát nem arról van szó, hogy egész egyszerűen nyilvánosságra hoznak bírói neveket, amit persze természetesen lehet, hanem azt mondják ezekről a bírókról, akiknek ott a neve, tehát a konkrét nevesített bírókról van szó, hogy ezek törvénytelenségeket hajtanak végre, mert hogy az az ítélet, amit ők hoznak, az törvénytelen. Hogy jogtiprásban vesznek részt, hogy úgy hozzák meg a határozataikat minden fiatal esetében, ahogy most olvastam ezen az internetes portálon, hogy meg sem hallgatják őket, hanem előre megírják már a határozatot. Hát ez mindenképpen jogsértő magatartás az én álláspontom szerint, mert hiszen olyan dologgal rágalmazzák meg ezeket az embereket, ezeket a bíró kollégákat, amely hát nagy valószínűséggel nem igaz, és becsületsértő is. És abban az esetben, hogy valami nem igaz és becsületsértő, hát akkor ez egy becsületsértő hazugság, amit viszont büntet a törvény. De maximum törvényi tényállás tekintve addig lehet elmenni, hogy ez becsületsértés. Ahogy én végig gondoltam, hogy milyen jogi lehetőségek vannak, a jelenlegi jogi szabályozásban ennél több lehetősége nincs annak, aki megpróbálja valahogy felelősségre vonni ezeket az embereket. Más kérdés, hogy nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy egyszerűen csak meg akarják szégyeníteni ezeket a bírókat azzal, hogy az általuk befolyásolt, mármint a honlapkészítők által befolyásolt tömegeknek azt próbálják sugallni, hogy ezek törvénytelenül jártak el. Hát
én, meg hát gondolom mások is éreznek el mögött egyfajta fenyegetést, de hát aki felteszi ezt a honlapra, az szétteszi a karját, és azt mondja, hogy hát ő csak feltette a neveket. Mit jelent egy bíró számára személyesen a munkájában, illetve a bíróság működtetésében egy ilyen fenyegetés? Ha jól tudom, ön ugye a magyar nemzetnek és a demokratának hosszú hónapokon, sőt, másfél éven át tartó kritikáját volt kénytelen, igen hosszan tűrni, mert hogy kikezdték. Hát nekem az volt a szerencsétlenségem talán, hogy én voltam az első, azt hiszem az első, vagy legalábbis az elsők között, akiket így kritizáltak, és ez a kritizálás, ez a nagyon idézőjelbe tett kritizálás. Ez mivel kapcsolatos volt? Melyik ügyel kapcsolatban? Mivel hozott ítéletet? A demokrata főszerkesztőjével kapcsolatos per volt az első, akkor kezdődött ez az egész támadássorozat, aki ugye rágalmazást valósított meg az ítélet szerint. Mécs Imrével szemben? Ez a Mécs Imre, ez a Bencsik, nem tudom a másik vádlottat, hogy hívták már. És hát ekkor kezdődött, de aztán nem fejeződött be, mert jött egy másik ügy, ahol szintén politikus volt az egyik oldalon, a másik oldalon pedig részben egy politikus, feleség részben pedig egy újság, tehát annak az újságírója, meg a főszerkesztő helyettes, akit egyébként felmentettem, és akkor aztán ez folytatódott, vagy inkább erősödött, úgy gondolom, hogy ez egy erősödés volt, ahogy utána már támadtak. És ez volt az a pont, amikor végül is... De milyen hangon támadták? Hát az újságban írtak magáról személy szerint? Az, hogy az újságban írtak, az azt hiszem, hogy csak egy ilyen kezdet volt. És amikor már az újságban megjelentek ezek az írások, akkor hála az internetnek, az interneten is nagyon jó dolgokat lehetett olvasni a személyemmel kapcsolatban. A kedvencem az, hogy hát remélem, hogy rákos lesz az egész családja, és kiesik az ablakon a gyereke, és hasonlók. Tehát ez természetesen felturbozta a kedélyeket, hát egy bizonyos oldalon. Hát a másik oldalon persze csend volt, de az embernek nem kellemes ilyen dolgokat olvasgatni, aztán nem olvasgatja. Jöttek persze levelek is, most éppen nem hoztam el őket, de hasonlítgattak ilyen 50-es évekbeli vérbírókhoz, és hasonlók. Nem kellemes az embernek. Mindezt, amit az előbb idézett, azt egy újság, illetve az újság internetes változatában olvasta? Olvastam én például a kereskedelmi tévének a fórum rovatában is. Tehát nem kell ezt azért nagyon leszűkíteni, hogy egy konkrét újság. Ez akkoriban hír volt, és akkor a különböző fórumokon beszélgető emberek. Ez a Magyar Nemzetben gyakorlatilag havirendszerességgel volt, ha jól emlékszem azokra az időkre. Hát szerintem még sokkal sűrűbben, mint havirendszerességgel, vagy hát legalábbis egy-egy időszakban dömpingszerűen. Hogyan határolnál egymástól? Mert ez egy fontos kérdés, a szakmai indítatású kritikát, ami ugye elérhet egy bírót, a gyalászkodástól, a pellengére állítástól, a megaláztatástól. Hát úgy, hogy az egyik az kritika, a másik az nem. Tehát természetesen egy bírónak a nevét nyilvánosságra lehet hozni, meg a bírót lehet is kritizálni, tehát a szakmai kritika az megengedett, vagyis a bírónak a munkáját, az ítéleteit valamilyen összehasonlító elemzéssel vagy értékítélettel látják el, elmondják, hogy az szerintük jó, optimális esetben összevetve a jogszabályokkal, vagy elmondják, hogy szerintük az miért rossz, szintén összevetve a jogszabályokkal. Ez megengedett, ez a szakmai kritika. Nagyon örülök, hogy Lomnici úr is egyszerű szakmai kritikáról beszélt az előbb, és azt mondta, hogy lehet a bírót szakmainak kritizálni. Tehát úgy hallom, hogy most már eltért attól az álláspontjától, hogy csak a szakmai lapokban lehet, mert azt most nem mondta, mert nekem is az az álláspontom, hogy ott kritizálják, ahol éppen tehát ez ellen lehet semmi írni, kifogása. Semmi kifogása. De azért ez esetben ugye nem erről van szó. Nem is tovább megyek. Összhangban az Alkotmánybíróságnak az erre vonatkozó határozataival, 92-ben, talán 94-ben születtek ezek, amelyek kimondják, hogy a kritika lehet gyalászkodó jellegű is. Tehát, hogyha megvannak a kritikának az ismérvei, és gyalászkodó jellegű, hát Istenem, kinek ilyen a stílusa, kinek olyan. Tehát az akár még bele is férhet, hát maximum azt mondják arra, aki gyalászkodó jellegű kritikával látott el valamit, hogy bunkó, de hát Istenem, ezt meg magának kell elviselnie. Na de hogyha itt már hiányzik ezekben a megnyilvánulásokban az értékítélet, a kritikai cél, az egyetlen cél az, hogy azt az illető szemét, aki olyan ítéletet hozott, ami nekem nem tetszik, mert mondjuk engem ítélt el, vagy az én barátomat, vagy egy ismeretségi körömbe tartozó valakit ítélt el, ezt egyszerűen csak meg akarom alázni, vagy gyalászkodó kijelentésekkel akarom ellátni, vagy az emberi mi voltában akarom megsérteni. Vagy esetleg ötletet akarok adni, hogyha valakinek indítatása van, akkor
jó kívánságait, ahogy egyik honlapon vagy talán röpiratban olvastam, fejezze ki a maga módján természetesen, és mind a ketten, vagy mindhányan értjük, hogy körülbelül mire gondolnak azok, hát akik ezt írják. Ezt lehet csinálni. Korábban fényképet köröztek, most neveket raknak ki. Tehát igen, a fenyegetettségérzés ott van az emberben, nyilvánvalóan mind a kettő. A kérdés az, hogy képes-e egy bíró a köztársaság nevében úgy ítéletet hozni, ha megfélemlítik, vagy legalábbis megpróbálják megfosztani a tekintélyétől? Persze, hogy képes, mert ha megnézi a kollégákat, most is hozzák. Tehát én például az elnök úrnak mondtam éppen, hogy tudok valakiről, aki már visszaadta ezeket az ügyeket, azt mondta, hogy ő azt hiszem magában nevel gyerekeket, és ő nem, a gyerekeit is nem szeretné kitenni magát esetleg bármiféle atrocitásnak. Hát nyilvánvalóan a bíró is ember, hogy egy közhelyet mondjak, és hát mindenkinek más a tűrési küszöbön. Tehát van, aki valameddig bírja, aztán már nem bírja, és van, aki tovább bírja természetesen ezeket a támadásokat. A beszélgetésnek nehéz a munkája. Ezen a fontján azért jó lenne a helyére tenni, és kérem, hogy segítsen ebben, hogy a magyar köztársaságban a bíróság mire való, és mi forog kockán akkor, amikor ilyen fenyegetés éri a testületet. Hát sok újdonságot nyilván nem tudok azzal mondani, hogy a bíróságnak a fő feladata az igazságszolgáltatás, vagy hát jogszolgáltatás, lehet ezen vitatkozni. Az, hogy jogvitákat döntsön el, az állampolgárok jogvitáit, meg hát, hogy a büntető szakterületről is beszéljek, hogy az állampolgároknak a biztonságát biztosítsa a törvénytelen cselekményeknek az üldözésével. Na, ahhoz, hogy ezeket a feladatait a bíróság el tudja látni, mind a bíróságoknak, mind pedig a bíráknak tekintéllyel kell rendelkezni nyilván, meg hát bizalommal kell, hogy viseltessenek iránta az állampolgárok. Hogyha ez a tekintély sérül, csökken, elvész, akkor rendkívül nehéz úgy ítélkezni, hogy annak a bírósági ítéletnek súlya legyen, vagy hogy azt végrehajtsák az emberek. Az mit jelent jogilag, közrendileg és erkölcsileg, és mind a három szempontot szeretném, hogyha mérlegelni és a válaszába bekalkulálná, ha Budapesten, a Kossuth téren a tüntetők felállítják a felelősök névsorát, vagy tábláját, vagy falát, név szerint felsorolva az általuk felelősnek vélt személyeket, illetve ha lámpavasra fölragasztják az újságírók, az általuk bűnösnek tartott újságírók nevét, lakcímét, telefonszámát, illetve hogy honlapon, mint most esetünkben megnevezik az ítélkező bírókat, vagy meg fogják nevezni. Tehát mit jelent ez jogilag, közrendileg és erkölcsileg? Hát én nem mint bíró fogok nyilatkozni nyilván, hanem a saját jogászi véleményemet tudom csak önnel megosztani, vagy önökkel. Amikor kirakják a felelősök nevét a felelősöknek a táblájára, az szerintem egyfajta véleménynyilvánítás, és én úgy gondolom, hogy ez jogilag nem ítélendő el, jogilag biztosan nem. Ők úgy gondolják, hogy ezek és ezek és ezek az emberek felelősek a fennálló helyzetért. A másik, amikor az újságíróknak a neveit teszik fel, vagy ragasztják fel ezekre a, gondolom, hogy szimbolikusan a lámpavasakra, ez is egy véleménynyilvánítás. És ez a példája azt hiszem annak, amikor nem verbálisan, nem szóban gusztustalan egy véleménynyilvánítás, hanem maga a cselekménynek a módja teszi ezt gusztustalanná, vagy ízléstelenné, de úgy hiszem, hogy ezzel sem lehet igazán mit kezdeni a jog eszközeivel. A harmadik dolog az más, azzal kezdtem már az elején is, hogyha a bíráknak a nevét felrakják az internetre, ebben a szövegkörnyezetben, mint egy felelőssé téve őket, egyébként nem törvénytelen cselekményekért, mert azt mondják, hogy ők törvénytelenül jártak el, és őket be lehet azonosítani, akkor természetesen egy rágalmazási cselekmény valósul meg. Mert a becsületsértésre alkalmas, hazug tényt állított az, aki felrakta ezt az internetes honlapra. De mint hallottuk az elnöküktől, ugye a bírákat, a bírókat egyéb jogszabály nem védi, vagy nem védi különösebben, de akkor az a kérdés, hogy a bírósági vezetők ilyen helyzetben mit szoktak tenni? Hát önnek lehetett tapasztalata, hogy kivédte meg akkor, amikor pellengére állították másfél vagy majd két éven keresztül a Magyar Nemzetben meg a Demokratában? Azt kellene először is tisztázni, hogy mi az a védelem, amit én, mint bíró, vagy az ügyész, elvárok a vezetőmtől. Egyáltalán elvár? El. Elvárok védelmet, de nem azt a védelmet várom el, hogy ő járjon el helyettem. Én elvárom a döntéshozótól, a politikai döntéshozótól, hogy olyan jogszabályi környezetet teremtsen, amiben ilyen helyzet nem fordulhat elő, vagy hogyha előfordul, akkor azonnal hatékonyan tud rá lépni a jogrendszer. A bírósági vezetőmtől én azt várom el, hogyha velem kapcsolatban megjelennek hasonló megnyilvánulások bárki részéről,
akkor az én tisztességem mellett álljon ki. Tehát ne azt mondja, hogy elítél minden olyan magatartást, amely a bírók ellen van, hanem mondja azt, hogy igenis, XY bíró kollega egy tisztességes ember, aki tisztességes hiteltet hoz. Ezt például megkapta ez alatt a másfél-két év alatt? Amikor folyamatosan hárítania kellett, vagy tűrnie kellett a támadásokat, de egy támadás esetében elment maga is bíróságra, ugye? Igen, persze megkaptam kollégáktól négy szem köz, de amit most elmondtam, hogy elvártam, hogy nyilvánosan megtegyék ezt a bírósági vezetők, ezt nem tették meg. Most ezen túlmenően, hogy a bíró, akit a személyében sértettek, ezután kíván-e perre menni, akár polgári, akár büntető eljárást indítani, az már az ő szívügye. De a bírósági vezető az annyiban védje meg, hogy itt egy tisztességes kollégáról van szó. Hány perc bukott el, mire önmaga számára igazságot tudott a köztársaság bírósága előtt szolgáltatni? Alapvetően mázlim volt, mert én indítottam ugye egy büntetőeljárást az illető újságíróval szemben, aki azt mondta, hogy csak azokkal a bírákkal van baj, akik pártutasításra cselekednek, és akkor ugye itt voltam benne én is a felsorolásban. Tehát a büntetőeljárást az első fokon elveszítettem, viszont másodfokon is felmentették, mondván, hogy ez egy kritika, amit a bírónak el kell viselnie legyen. Hát, hogyha így ítélték meg, akkor ez a bíróság jogerős ítélete. A másik az a polgári per, volt egy személyiségi jogi per, amit most... Szintén ezzel az újságíróval szemben? Persze, de hát ugyanabból a interjúból, vagy hát stúdióbeszélgetésből indult ez is. A polgári pert azt éppen tegnap nyertem meg első fokon. Erről többet azért nem kívánok mondani, mert én magam is utálom, hogyha folyamatban levő ügyeket a médiában próbálnak akár eldönteni, akár eldöntetni. Ez most egy kellemes dolog volt. Nem olvastam róla egyébként egyik újságban sem. Hát aminek... Nyilván még nem emelkedett jogerőre talán ez a magyarázat. Igen, de alapvetően örülök is neki, mert hogy ez azt jelenti, hogy a másik fél sem vitte így a média elé, hogy akkor ott folytassa, vagy így próbálja befolyásolni a másodfokot. Köszönöm szépen, bíró úr, hogy megosztotta a tapasztalatait velünk. Csak az országgyűlési képviselők többsége vonhatja meg a bizalmat a miniszterelnöktől és egyúttal a kormánytól. Az országgyűlést a köztársasági elnök csak akkor osztathatja fel, ha az országgyűlés 12 hónapon belül legalább 4 alkalommal megvonja a bizalmat a kormánytól, vagy ha a kormány megbízatása megszűnik, és a köztársasági elnök által miniszterelnöknek javasolt személyt 40 napon belül nem választja meg az országgyűlés. Az, hogy időnként nem csak vad és valószínűtlen ötletekben topzódnak a tüntetők szónokai, észérvekkel megokolható javaslatok és közönséges zöldségek mellett, azt jól mutatja, hogy az ombudsman szóvá tette, némelyik beszéd, mint becsületsértés is bűncselekmény. Ha másért nem, hát a tárgyszerűség kedvéért talán érdemes közelebbről is szemügyre venni, hogy mit is látunk és hallunk napok óta országszerte itt-ott, és persze a Kossuth téren. Vendégül hívtuk műsorunkba Tóth Gábor Attila alkotmányjogászt. Fogta a fejét az elmúlt napokban rendesen, amikor hallotta a mindenféle jogi nonszenszeket? Az első napokban komolyan aggódtam, mert nem lehetett tudni, hogy milyen erős támadás éri az alkotmányos rendszert, de ma már azt mondhatjuk, hogy az alkotmányunk és az alkotmányos intézményrendszer által próbált és valamennyi felmerült kérdése megtalálhatók az alkotmányban a rendelkezések, és szerencsére a fő politikai erők mára megtalálták ezeket a rendelkezéseket. Az első napokban nem tűnt úgy, hogy minden politikai erő megtalálja, sőt még én ma is tudok anélkül, hogy néven nevezném, aki azért keresgélés beszél össze-vissza, nem ez az érzése? Hát valóban nagy felfordulások idején sokszor homályos a tekintetünk, de ma már azt mondhatjuk, hogy nem csak a parlamenti kormányerők, hanem az ellenzék is egyértelművé tette, hogy az alkotmány keretei között keresi a politikai megoldást, és ez a legfontosabb. Na akkor vegyük végig itt az elmúlt 10 nap történését. Ugye szeptember 18-án a parlament előtt petícióban szólították föl lemondásra Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt, a kormányfő májusi, szeptember 17-én aztán nyilvánosságra került, tehát Balaton összödi beszédként elhíresült beszéde miatt a demonstráló. A közfelkiáltással fél 12-kor elfogadott petícióban a több száz egybegyűlt felkérte Sólyom László köztársasági elnököt, hogy oszlassa fel a parlamentet és írjon ki új országgyűlési választásokat, ha Gyurcsány Ferenc mégsem mondana le. Azt kérem öntől, hogy magyarázza el, bár az imént már hallottuk valamennyire a köztársasági elnöktől, a demokratikus választások, a politikai intézményrendszer és a politikai felelősség kérdését, legalábbis hát ennek fényében.
sokat segített az előző bejátszás, amelyben a köztársasági elnök úr a legfontosabb alkotmánybeli rendelkezéseket említette. Ezért én most azt hangsúlyoznám, hogy a kormány az országgyűlés bizalmából működik, az országgyűlésnek felelős. Tehát nem a köztársasági elnöknek, nem népgyűléseknek, nem a ferencvárosi kettes szektornak, hanem az országgyűlésnek felelős. És ha ebből indulunk ki, akkor látjuk, hogy a parlamenti többség kezében van a mindenkori kormány sorsa. A köztársasági elnöknek akkora szerepet az alkotmány, hogyha valamiért éppen nincs miniszterelnök, mert meghalt, mert lemondott, vagy éppen országgyűlési választások után vagyunk, és a kormány megbízatása lejár. Ekkor kap szerepet a köztársaság. Erre is visszatérünk, de akkor haladjunk tovább. A tegnapi hírekben arról értesültünk, hogy távolba szakadt hazánk fiai aktívan a lelkükön viselik a magyarság és a haza sorsát. Az úgynevezett magyar lobby bizalmatlansági indítványt kért Sólyom elnöktől, több mint 100 magyar származású, de külföldön élő, Amerikában és Európában tanító egyetemi tanár kutató nyílt levélben fordult megint csak a köztársasági elnökhöz, azt kérve, hogy Sólyom László kezdeményezzen bizalmatlansági indítványt a parlamentben. Hasonló követeléseket fogalmazott meg tegnap 30 tüntető Magyarország müncheni főkonzulátusa előtt. Bizalmatlansági indítványt benyújthat-e az államfő a kormány ellen? Az előzőekben már érintettük, hogy nem. Bizalmatlanság indítványt a parlamenti képviselők egyötöde nyújthat be. Ennek a szabályok... Bármilyen pártállású? Tehát ha megvan az egyötöd, az elégséges. Pártállású. Egy fontos feltétel van, hogy meg kell jelölni azt a szemét, akit miniszterelnöknek kívánnak megválasztani. És ezt követően kerül sor a parlamentben, vagy kerülne sor a parlamentben a szavazásra. Egy szavazással döntene a parlament a régi miniszterelnök buktatásáról és az új miniszterelnök megválasztásáról. Ezt hívják konstruktív bizalmatlansági indítványnak. Egy dologgal érdemes ezt kiegészíteni, hogy bizalmi szavazást a kormány is kérhet maga ellen. Ebben az esetben, hogyha nem kap bizalmat a kormány, akkor nem lesz automatikusan új miniszterelnöke az országnak. Ekkor kap szerepet a köztársasági elnök, ekkor ő tesz javaslatot az új miniszterelnök személyére. Értem. Lendva Ildikó a Magyar Televízió Napkelte című műsorában azt mondta, az MSZP akkor sem gondolkodna a miniszterelnök leváltásán, ha azt a gyújtogatók és a fosztogatók, ha azt nem a gyújtogatók és fosztogatók követelnék, akkor hogyan másképpen van mód a parlamentnek felelős kormányvezető leváltására, magyarul tehát a kormányfő leváltására, ha azt mondja, hogy az egyötöt, ha megvan, akkor indítványozhatja, de hát nyilvánvalóan a kormánytöbbség, aki a korábbi kormánytöbbség volt, az le fogja szavazni. Tehát akkor csak és kizárólag, ha jól értem, a mindenkor korábban hatalmon volt kormánytöbbség tudja elmozdítani a saját kormányfőjét? Ketté kell választanunk a választ. Egyfelől van a parlamenti menetrend, erről beszéltünk eddig, képviselők kezdeményezik, országgyűlés többsége szavaz. Természetesen az ellenzéknek elvileg megvan arra a lehetőség, hogy a parlamenti erőviszonyokat megváltoztassa, próbáljon támogatást szerezni az ő miniszterelnök jelöltjének megszavazásához, tehát ilyen út is elvileg elképzelhető. Igen. A másik lehetőség, hogy a kormányfő lemond, a lemondást ki lehet kényszeríteni, alkotmányos, de nem parlamenten belüli eszközökkel, hogyan? Tömegtüntetésekkel, vagy ugye fölmerült az erkölcsi ok, mint egy lemondási ok. Ez fölmerült már annak idején Medgyessy Péter esetén. Na de ez csak maga döntheti el, a kormányfő, tehát befolyások érhetik, de ő dönt. Ezek fontos befolyások lehetnek, alkotmányos keretek között, véleménynyilvánítások, gyülekezések, petíciók, de a döntés a miniszterelnök kezében van. Őnek ki kell mérlegelni, hogy élvez-e még kellő támogatást ahhoz a parlamenten belül és a parlamenten kívül, hogy a programját megvalósítsa. És olyan sincs, hogy 100 000, 200 000 vagy 300 000 ember nagyon ezt akarja, akkor is semmi máson nem múlik, mint magán a miniszterelnökön. Így van. A Fidesz elnöke Orbán Viktor két olyan ötlettel is előállt, amely a parlamentet, illetve a kormányt helyezné valamiféle szervezet ellenőrzése alá. Ugye ilyen volt a választások után rögtön a költségvetési tanács, amelyet azóta is folyamatosan indítványoznak. A másik pedig az önkormányzati tanácsadó testület, amelyről azt hiszem a szolnoki kampányitón beszélt Orbán Viktor, és amelynek vétójoga lenne költségvetés kérdéseiben. A kérdés az mindebből adódóan, hogy korlátozható-e a kormány, illetve a parlament felelőssége ilyen tanácsok fölállításával? Természetesen nem korlátozható, de nem is feltétlenül irányulnak ezek a javaslatok ilyen korlátozásra. Látni kéne a pontos elképzeléseket. Tanácsot adó szerveket létre lehet hozni. Az a fontos, hogy a döntéseket mindig olyan szervek hozzák meg, amelyek úgynevezett demokratikus legitimációval rendelkeznek, tehát vagy a választópolgárok választották közvetlenül, vagy valamilyen módon visszavezethető a választópolgárok általi választásra.
a legitimáció. Ez a legfontosabb alkotmány. Akkor is, ha mondjuk egy adott tanácsnak vétójoga van? Hát költségvetési kérdésekben nem lehet vétójogot adni, nyilvánvaló. Tehát azért mondom, hogy a döntési jogköröket nem lehet a parlamenttől elvonni. Uh-huh. Tehát ezek legfeljebb egy ilyen véleményalkotó szervezetek lehetnek, mellé rendelve valamilyen kormányzati szervnek, de semmiképpen sem fölébük helyezhető. Nem, hát a költségvetés elfogadása magától értetődően a parlament privilégiuma. Orbán Viktornak egy másik javaslatát is megemlíteném. Ön, illetve az alkotmányok szerint hogyan jöhetne létre egy szakértő kormány, amire szintén a Fidesz elnöke gyakran tesz mostanában javaslatot? Mi volna ennek, ha volna, nem tudom, alkotmányos módja? Mivel a szakértői kormány nem alkotmányjogi kategória, az alkotmány nem említi ilyesmit, ezért bármelyik kormány nevezheti magát szakértő kormánynak, és a parlamenti képviselők többsége bármikor dönthet úgy, hogy az adott kormányt egy másik kormánnyal cseréli le, és azt nevezi szakértői kormánynak. Tehát nem egy alkotmányos fogalomról van szó, hanem inkább egy politikai kategóriáról. Na de ebben is ki dönt egyáltalán, hogy ennek teret enged? Hát a parlamenti képviselők többsége. Ahogy a mostani kormány léte is a többség bizalmán múlik, egy új, nevezük szakértői kormánynak léte is a parlamenti többség bizalmán múlik. Most csak a formálogikával próbálom követni, tehát ehhez akkor meg kellene nyerni az MSZP-t, ugye, hogy többséggel hívja vissza a Gyurcsány Ferencet, és hozzon helyette létre egy szakértői kormányt valaki más vezetésével. A mostani kormánykoalíció képviselői közül, ha jól tudom, 18-at kellene megnyerni ahhoz, hogy a mostani kormány mögötti többség megszűnjön, és akkor lehetne beszélni másfajta kormány összetételéről, amelyet akár szakértői kormánynak is nevezhetnénk. Tovább. Az Új Magyarországért Egyesület tegnap petícióval fordult az országgyűléshez, bocsánat, ezt kicsit hosszan fogom idézni, de érdemes, azt hiszem. A nép nevében követeljük egy alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását és ideiglenes kormány felállítását, kettő tárgyalások azonnali megkezdését, követeléseink elodázása vagy elutasítása a tüntetések eszkalációjához vezet, a beadástól számított 48 órán belül választ kérünk. A petíciót 9-en írták alá. Mondom a neveket is, Hargitay András, Kelemen András, Betlen Farkas, Makovecz Imre, Melokkó Miklós, Molnár V. József, Papp Lajos, Pozsga Imre, Szűrös Mátyás. Tegnap az Országgyűlés Házbizottsága egyhangú állásfoglalással végül is úgy döntött, hogy az alkotmány lehetőséget ad arra, hogy az országgyűléshez érkező megkeresésekkel a parlament érdemben foglalkozzon. Ennek megfelelően az Országgyűlés civil irodáját is vette a petíciót, és három kérdés ebből szerintem adódik. Hogy tudnék, alkotmányozó nemzetgyűlés lehetőségéről és ideiglenes kormányról rendelkezik-e az alkotmány? Ha nem, akkor ön az alkotmány szellemében mit mondana ezekről? Az ironikus válasz erre ad az, hogy az alkotmányunk meghatározza módosításának szabályait, az összes országgyűlési képviselő kétharmada módosíthatja, illetve újíthatja meg az alkotmányt. Ha tetszik, van alkotmányozó nemzetgyűlésünk, ott van a Kossuth téren, úgy hívják, hogy országgyűlés. Válasz azonban ennél komolyabb kell, hogy legyen, mert az alkotmányozó nemzetgyűlés fogalom, illetve a Kossuth téren feltűnt szerveződések egyike, talán forradalmi nemzeti bizottmánynak hívják, ezek fontos történelmi intézményekhez kapcsolódó fogalmak. Alkotmányozó nemzetgyűlés a francia forradalom idején jött létre, amikor a harmadik rend beküzdötte magát az alkotmány sáncai közé, és a forradalom jó irányba haladt. A forradalmi nemzeti bizottmányról nekünk az Országos Honvédelmi Bizottmány juthat eszünkbe, amely a 48-49-es szabadságharc idején a forradalmi kormány volt, amelynek Kossuth Lajos volt a vezetője. Azért fontos ez, mert ezek fontos forradalmi intézmények, és a modern forradalmakról nem csak azt kell tudnunk, hogy az alkotmányos intézményekben nagyon gyorsan, nagyon jelentős változásokat érnek el, persze vérrel, verítékkel, hanem az is fontos elemük a modern kori forradalmaknak, hogy a szabadság kivívásáért törnek ki, vagy a szabadság kivívása a cél, valamilyen zsarnoki önkényes hatalommal szemben. Hát aki most forradalmi intézményekben gondolkodik, forradalmat említ, annak nem csak a most közjogi tisztséget viselő személyekkel van problémája, hanem az egész alkotmányos intézményrendszerrel, a parlamenttel, a kormánnyal, a köztársasági elnökkel, a bíróságokkal, stb. És azt is állítja, hogy Magyarországon valamilyen önkényuralmi rendszer, önkényes hatalom. Parlamentáris diktatúra, azt hiszem így nevezik. Ezt még nem hallottam. Nem hallotta? Alkotmányjogilag ez sehova nem illeszthető?
Hát a mai viszonyok között nem tudom ezt értelmezni. Igen. Mit jelent a házbizottsági döntés, ami az alkotmányra hivatkozik? Követelések ugye voltak, és itt az a kérdés merül, hogy egyáltalán a parlament feloszlatásáról ez a lényeg, köteles tárgyalni? Nem köteles tárgyalni. A parlamentnek joga van ahhoz, hogy kimondja saját maga feloszlását bármikor, és ekkor a köztársasági elnök kitűzi az új választásokat. A bevezető bejátszásban... A kérdés az arra vonatkozik, hogy magát a petíciót, tehát amit benyújtottak neki, ezt köteles tárgyalni? Nem. Nem, az sem. Van-e jelentősége annak, hogy nem az országgyűlés elnöke vagy alelnöke vette át ezt a petíciót személyesen, hanem megbízta az országgyűlés civil irodájának az egyik képviselőjét, sőt a köztársaság elnök is a megbízottját küldte ezért. Igen. Ezek politikai döntések, az alkotmányon kívül eső politikai döntések ezek. Azt emelném ki, hogy a köztársasági elnök az elmúlt napok során végig az alkotmány keretei között igyekezett tartani a folyamatokat, és az alkotmányos rendszerre szembeni megmozdulásokkal nagyon határozottan fellépett. Takács András, a kossuthtéri demonstráció egyik vezéralakja, így foglalta össze néhány napja, miért van szükség alkotmányozó nemzetgyűlésre. Azért érek vissza, mert ebből következik egy újabb kérdés. Ma Magyarországon alkotmányos válság is van, mert a Magyar Köztársaság elnökének nincs módja erkölcsi és morális alapon úgy dönteni, hogy az a kormány nem lehet legitim, amelyik hazugsággal került hatalomra. Tehát vissza kell állítanunk történelmi alkotmányunk jogfolytonosságát, ki kell mondanunk, hogy minden jog forrása a Szent Korona, és hogy hatalmi erő alkotmány nem írhat, nem módosíthat. Mi ez az állandó hivatkozott történelmi alkotmány? Mi ez a minden jog forrásának számító Szent Korona? A Szent Koronatant most nem tudjuk megvitatni. Azt emelném ki, vagy azt az érzésemet utolsó percében azt az érzésemet osztanám meg, hogy amikor én a Szent Koronatanról nem jogtörténeti tanulmányokban olvasok, hanem utcai tüntetők követeléseként fogalmazódik meg, akkor úgy szoktam magam érezni, mintha a Monty Python csoport Gyalog-Galop című filmének valamilyen magyar adaptációját látnám, tehát hogy abszurd. Abszurd. Alkotmányjogászként, és akkor ez legyen a záró kérdés, mit szól ehhez? Miért van ennyi jogilag, de talán, hogy mondjam, a józanész szabályai szerint is képtelenség a fejekben, és nem csak, hogy úgy mondjam, tanulatlan emberek fejében, hanem adott esetben még értelmiségiek fejében is a Magyar Köztársaság berendezkedéséről, a jogállamról. Szóval mi ez a zűrzavar a fejekben? Én úgy látom, hogy van egy 16 éves alkotmányunk, amely védelemre szorul, és a mostani kormányerők is, és a mostani ellenzék is sokszor sokat tett ennek az alkotmánynak a tekintélyének a rombolásáért, és ez egy nagyon rossz irány, fordítva kellene, hogy legyen. És azért, mert sokat tettek a rombolásért, ennek következtében van az űrzavar a fejekben? Ezt egy fontos tényezőnek tekintem, igen. Meg hát tudatlanok vagyunk, merjük kimondani így egymás között, legalább. De az alkotmány... Nem magára értendő ez természetesen. De ez egy közös tanulási folyamat kell, hogy legyen, és szerintem jó lecke volt számunkra az elmúlt napok történése. Hát ha csak nem ez. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt volt. Nagyszerű és gyalázatos. Nagyjából két jelző köré csoportosulnak, vagy csoportosultak a vélemények arról a 4 órás közvetítésről, amelyet a Hír TV adott a Magyar Televízió székház elleni támadásról 2 héttel ezelőtt. Az eset most már politikai dimenziókba jutott, a Hír TV-t ért támadásokat a Fidesz képviselői európai fórumok elé is vitték, és az Országos Rádió és Televízió Testület vizsgálatát az ominózus közvetítésről a TV csatorna azzal a címmel ismertette a honlapján, a kormány betiltaná a Hír TV-t? Kérdőjellel. Itt van Monori Áron média kutató, az ORTT külső munkatársa, Szalai Anna Mária, az ORTT Fidesz által delegált tagja, Fodor Gábor, az SZDSZ ügyvivője, és bekapcsolódik a beszélgetésbe Kert Attila, a Magyar Televízió hírigazgatója. Természetesen meghívtam ebbe a körbe a Hír TV képviselőjét is, de vezérigazgatójuk Liszkai Gábor az ORTT határozathozataláig nem kíván véleményt nyilvánítani.
Hadd kérdezze meg Fodor Gábort először. Az SZDSZ ugye kijelentette, hogy politikusai bojkottálják az eset miatt a Hír TV-t. Miért? Hát a helyzet súlyosságára utal ez, hiszen a Hír TV egy olyan elfogult közvetítést produkált, amikor a TV székházas csoma volt, hogy nekünk szabaddemokrata politikusoknak, liberális politikusoknak valamilyen módon ezt kifejezésre kellett juttatnunk. Hogy ez nem csak egy ürügy volt, mert hát, hogy úgy elolvastam a korábbi nyilatkozatokat, az önök szemében ez a csatorna korábban is súlyosan elfogult volt, ebből kiindulva különösebb meglepetés nem is érhette önöket. Nem egészen, mert azt gondolom, a Hír TV-nek voltak bizonyos műsorai, amelyek elfogultak voltak, és voltak olyan műsorok is, amelyek kevésbé. Én például megjegyzem, többször is a Hír TV-be elmentem, amikor interjút kértek tőlem, többször mentem különböző műsorokba, mert úgy ítéltem meg, hogy vannak olyan műsorok, amiben nem megy az ember az elfogultsága miatt, de nem lehet önmagában egy csatornát vagy egy orgánumot bojkottálni. Itt viszont egy olyan eset történt, ami azt gondolom, hogy túllép bizonyos határokon, a megismert magyarországi határokon is. Nevezetesen mivel volt bajuk? És ilyenkor elvárná az ember, hogy maga a csatorna tisztázza azt, hogy ez rendben van, vagy nincs rendben. Hát azzal, hogy ugye történt ugye a TV székházas csoma és a körülötte lévő randalírozás, amit ismerünk, a Hír TV forradalmi tettnek minősítette, és forradalmárokat látott ott, ugye a televízió körül futkározni, hát ez mondjuk semmilyen körülmények között, nem tudok elképzelni olyan elképesztő értékelést, aki azt mondaná, hogy ez egy pártatlan tájékoztatásnak megfelelő hozzáállás vagy gondolkodásmód. Tehát itt nyilván kellene valamit tisztázni a csatornának, egyébként nem szerencsés dolog egyáltalán egy párt részéről azt mondani, hogy bojkott, ismerünk ilyet, sajnos a honi közéletből, nem szerencsés, mi se örülünk neki, nem is szeretnénk ezt tartósan megtartani, de a Hír TV-nek valamit lépni kellene ebben az ügyben. Képernyőn közben látják a nézők, néhány mondatot itt idézünk a Hír TV riporterének aznapi közvetítéséből. Ez már nem tüntetés, ez forradalom, a fiatalok istenem, a fiatalok változást akarnak. Egy tüntető kollega megerősítette, hogy a rendőrök provokálták az összecsapást, a tömegnek csalódnia kellett, a rendőrség nem állt át az oldalára. Nyilván hát ezekről a mondatokról beszél. Fantasztán. Volt egy ORTT vizsgálat, és már Szalai Anna Máriahoz fordulok, amely szerint fennáll a törvénysértés lehetősége, de újsághírek szerint ön ezzel nem értett egyet, és tudományosan megalapozatlannak, elhamarkodottnak tartja ezt az állásfoglalást. Tulajdonképpen mindent értek, de ezt a tudományosan nem. Ez mit jelent? Annyit pontosítani szeretnék, hogy nem azt mondtam, hogy én eleve eldöntöttem, hogy törvénytelen volt, vagy nem volt törvénytelen, hanem azt kifogásoltam, és itt válaszolok önnek, hogy semmiféle módszertana nem volt ennek a vizsgálatnak, tehát egy nagyon nagy rohamunkában. Módszertana? Módszertana, tehát valaki az elemzést készít, akkor leírja a módszertant, hogy mi alapján végzi a vizsgálatot, mi a hipotézis, kik végzik a vizsgálatot. Ezek a mondatok, amiket az előbb idéztem, ezek nem elégségesek? Tehát kell ez módszertant ismerni? Hát természetesen kell, mert az ORTT az nem a mondatvadászatban jártas szervezet, hanem egy állami hatóság, ami a törvényességet is felügyeli. Tehát én azt... Ön látta ezt a 4 órát? Én nem teljes egészében láttam, én több csatornának is néztem folyamatosan a közvetítését. Összességében egyébként a magyar média sokkal jobb teljesítményt nyújtott, mint amit szokott, például az augusztus 20-i katasztrófára gondolok. És személy szerint önnek nem volt semmilyen kifogása itt a közvetítéssel, a Hír TV közvetítésével kapcsolatban? Összességében én nem értek egyet azzal a véleménnyel, hogy kiragadunk egy-egy mondatot, és az alapján megítélünk egy szolgáltatót, nem csak egy tudósítója volt a Hír TV-nek, akinek, az egyik tudósítónak természetesen voltak olyan mondatai, ami erősen vitatható, egy nagyon erős érzelmi azonosulás volt benne, és lehet vitatni egy-két mondatát. De a műsorfolyam egészét kell az ORTT-nek nézni, nem egy kiragadott mondatot, és nem csak egy tudósítónak, volt ott másik is, közbe kapcsoltak a stúdióban, ezért nem értem ezt a nagyon erős elhatárodását, például egy pártnak, aki korábban például kifejezetten tiltakozott, amikor egy Fidesz nevű párt bojkottálta az egyik újságot, miután abban megjelent egy publicisztika, amely szerint jó lenne likvidálni Orbánt és Kövért, és akkor az SZDSZ nagyon élesen tiltakozott ez ellen, hogy egy párt miért hirdet bojkottot. Így aztán nem értem, hogy a liberalizmusnak hol van határa, hol vannak a határai. Én az ORTT fejével gondolkodva persze
azt gondolom, hogy vizsgálni kell az ilyen helyzeteket, de nem közigazgatási üldözést kell indítani, hanem miután szerencsére ilyen zavargások nem voltak, ilyen helyzetben nem kerültek még a médiumok. Ez közigazgatási üldözésnek tetszik értékelni? Az ORTT ebben az ügyben legalábbis valamilyen határozatot szeretne hozni, ez már üldözés, mert határozat még nincs, ugye jól tudom? Folyamatban van a vizsgálat, tehát nincs még határozat, még egy státus, több része van egy ilyen folyamatnak, most nyilatkoztatta a Hír Televíziót az ORTT, mert csak az ő műsor folyamában talált kivetnivalót. Monori Áron következik, ugye egy hosszú elemzést írt a múlt heti Élet és Irodalomban, azt hozzáteszem, mert önkért, hogy azt mondjam el, hogy az ORTT külső munkatársa is, ugye? Én ezt nem kérdezem, én pont azt szerettem volna itt a saját pozíciómat tisztázni, hogy én ezt ezzel az egész üggyel, mint a Sajtószabadság Központ elemzője foglalkoztam. Értem. Tehát én de nem baj, ha tudjuk, hogy azért hát az ORTT-nek is külső munkatársa. Hogy nehogy összekeverjenek itt a dolgok, én a Hír TV-vel az ORTT kapcsán egyáltalán nem foglalkoztam. Azt kérdezem, hogy miért a BBC irányelveivel tett össze ebben az írásában azt, amit látott? Az nem egy másik televízió? Ez egy másik televízió, de én úgy gondolom, hogy a hírtelevíziós műfajnak vannak nemzetközi sztenderdjei, szabályai, amelyek irányadóak a hírtelevíziózásnál. Ráadásul a Hír TV, már a médium ezeket az irányelveket akarja követni. A saját küldetésnyilatkozata erről szól, ezt az interneten lehet olvasni. Azt mondja, hogy a CNN, a Sky News és a BBC által képviselt és képviselt műfajt egy színvonalat kívánja a magyar televíziózásba bevezetni, és én úgy gondolom, hogy adekvát akkor. Egyébként más esetben is, ha ezt nem ér, akkor is. Konkrétan mi volt az ön baja? Tehát milyen szabályokat hágott át a közvetítés? Hát a BBC, mert itt volt szó módszertanról, én azt a metodikát követtem, hogy a BBC-nek az erre a konkrétan a demonstrációkra, zavargásokra, lázongásokra vonatkozó irányelveivel vetettem össze azt, amit a Hír TV csinált. És hogy az írásából megállapítottam, ön viszont első perccel utolsóig végignézte a közvetítést. Én végignéztem élőben is aznap éjjel otthon, és ezen kívül fölvettem, és még egyszer végignéztem, és kijegyzeteltem. Tehát én kétszer láttam az egészet gyakorlatilag. Mondaná néhány pontban, hogy mivel kapcsolatban talált nagyon komoly kifogásokat? Hát az irányelvek alapján néztem, a BBC irányelvek alapján, de hát ebbe egyébként általánosan meg van fogalmazva, vagy azok is benne vannak, azok a dolgok, amik általában a médiumokkal szemben elvárhatók, tehát a tárgy és szakszerűség. Mondani, hogy az idő folyamatosan telik, és a BBC-t már háromszor hallottuk, és meg is tanultuk. Szóval én nekem alapvető szakmai és etikai problémáim is voltak a közvetítéssel, és ugye volt szó itt a tudósítóval, nem csak a tudósítóval, hanem a szerkesztőséggel is. Hát a tudósítónak feltétlenül volt egy alapkoncepció, ami szerintem prekoncepció volt. Ez a forradalmárok állnak az egyik oldalon, másik oldalon pedig a hatalom brutális rendőrsége. És ez szerintem egy alapvető hiba volt. Hát ezt mi értetetten, hogy a tudósítónak volt egy ilyen prekoncepciója? Hát ez végig vonult az egész tudósításon. Tehát úgy tűnt az ön számára, illetve végig hallgatva ezt a 4 órát, hogy voltak éppen ő a rendőröket támadók mellett volt? Én így láttam, igen, ezt rengeteg idézettel én ezt alátámasztottam az írásomban. Miket emlegetett, ami ezt alátámasztotta az ön számára? Mármint a tudósító? Hát nagyon sokszor visszatért erre a rendőrök rendkívüli brutalitására, amit aki látta a közvetítést, a képet, az tudja, hogy ez nem volt így. Én azt hiszem, ebben ma már konszenzus van Magyarországon. De nincs konszenzus, én megnéztem az önírását, pont ma mondta Friderikusz úr, hogy megjelent, és belenéztem ebbe az írásba, és teljesen pontatlanul sajnos. Egy publicista megengedheti magának persze, hogy pontatlanul idéz, de ön például, amikor azt írja, hogy más van a képen, tehát nyugodt rendőrök látszanak a képen, mikor azt mondja, hogy neki rontanak a rendőrök a tömegnek, akkor éppen nem az látszik. Aztán van egy másik elem is, amikor nem az látszik, de nyilván ebben ez a nyilván nem éppen azt látszik, hogy a zászlókat rakják vissza a felkapaszkodó emberek, de szerintem ez részletkérdés, biztos a nagy gyorsaság okozta az esetleges pontatlanságot. Ez hogy másodperces elcsúszások vannak, az alapkoncepció ettől nem hiszem, hogy sérül, mert túlléphetünk nem tudom, hogy mondjam, de az... Abszolút, szeretném hiszem, hallani, erre várunk már percek óta. Azt hiszem, hogy az viszont teljesen egyértelmű, hogy a tudósító belehelyezkedik valamilyen eseményben, nem kívülről,
elfogadatlanul tudósít, nem reflektál, ami szerintem egy alapvető. Az, hogy például az 56-os eseményekhez hasonlítja nem is egyszer, hanem többször ugye a téren történteket, azt minek tulajdonítja? Hát szerintem ez nagyon jól hangzik. Egyszerűen ugyancsak a prekoncepció részeként tekint erre? Én igen. El tudom képzelni, hogy tévedek ebbe, és az eseményeknek volt egy dinamikája, ami erre vitte a tudósítót. Tehát azért ennek, erre is van megfelelő módszer, hogy ezt megelőzzük. Szóval egy tudósító nincs az a helyzet, amikor az 56-os eseményekhez hasonlíthat bármit. Tehát egy tudósító nem teheti ilyet, én azt gondolom ez alaphelyzet. Az önmagában egy hajmeresztő dolog, hogy bárki párhuzamot vonja az 56-os eseményekkel, ugye ne feledjük el, ez a történelem teljes hiánya és alapvető politikai ismeret hiányt is jelent, hiszen 1956-ban egy ország, megjegyzem, most az 50. évfordulót ünnepeljük, ebben az évben ezért nem is árt erre kitérni. Ugye egy megszállt ország voltunk, egy diktatúra volt, nem volt szólásszabadság, nem volt a politikai szabadságok, egy demokráciában. Azért demokrácia, mert mindenki szabadon ki tudja fejteni a véleményét, szabadon szervezkedhet, szabadon alapíthat szervezetet, maga mellé állíthatja az emberek többségét, és megvalósíthatja a politikai programját. Nincs szükség utcai őrjöngésre és hőzöngésre hozzá. 1950-ben egészen más volt a helyzet, ha valaki valamit elmondott, az életével játszott, hogy börtön járt érte. Tehát ez a súlyos torzítás és tévedés, mondjuk ilyeneket ide keverni, de én is azt gondolom, hogy nem is ez talán itt a fő kérdés, hanem van itt egy másik része a dolognak, hogy a törvényeken túlmenően, mert ugye az ORTT-nek ez a hír, ugye az ORTT-nek a vizsgálatáról azt mondja, hogy az ORTT törvénysértést valószínűsít ebben az ügyben. Ez egy külön történet, de van egy másik része, a politikai kultúra, ami ott van minden mögött, és ami végtelenül gyenge ma Magyarországon szerintem. De itt az alapprobléma az, hogy ugye vannak olyan csatornák Magyarországon, vannak olyan sajtóorgánumok, amelyek egyértelmű pártkötődéssel rendelkeznek, és ez leminősíti az egész újságírói szakmát, az a helyzet. Nyilván a BBC irányelvek is, egyébként az egész BBC ethos pont erről szól, hogy ezt nem szabad megcsinálni az újságírásban, hogy ilyen közvetlen kapcsolat alakuljon ki. Most a Magyar Nemzetre és a Hír TV-re gondol, csak hogy... konkrétan a népszabadságra, hol egyértelmű a népszabadságra nem gondolok. A népszabadságra nem gondolok, de mondjuk azt, hogy ez jobb oldalon és bal oldalon egyaránt föllelhető bizonyos elfogultságok és kötődések. És azt gondolom, hogy ez nem jó. Egyáltalán nem. A Hír TV-n egyébként egyértelmű, hát a Hír TV-nek az egyik vezető újságírója Kossuth téren szónok volt, ugye? Tehát azért ezek a dolgok nem néznek ki. Ez ki volt? Azért nem néznek. Hát én inkább nevet nem mondanak. Mert jó lenne, hogyha beszélünk róla. Hát akkor érdemes megnézni a szónokoknak a listáját, legyen ez egy találó. Jobb a Jobban Zsoltra gondol? Rá is gondolhatnék például. Csak így lassan jutott az eszembe. Igen. Bocsánat, egy pillanatra hadd kapcsoljuk be a beszélgetésbe Kert Attilát, aztán folytatjuk az MTV hírigazgatóját. Nyilván te látod, Attila, a közvetítés, mi több, hát átélted az eseményeket, hiszen jelen voltál ott a Szabadság téren. Mindezekhez képest mi volt a te benyomásod a Hír TV közvetítéséről? Hadd ne minősítsem mi szakmai értelemben, hogy milyen volt ez. Talán közelebb jutunk a helyzet megértéséhez, hogyha azt elmondom, hogy azok az emberek, akik ott bent voltak abban az épületben, amit ostromoltak, öklömnyi kövekkel dobáltak, felgyújtottak, azok mit éreztek? Azok az emberek, sokan, akik a munkájukat végezték, és nem csak újságírókról, riporterekről van szó, hanem sokan, akik tévében dolgoznak, konkrétan úgy érezték, hogy az életük veszélyben van. És amikor nézték a Hír TV-t, akkor az az érzésük támadt. Lehet, hogy ez nem egy pontos és precíz, exakt megfogalmazás, de az volt az érzésük, hogy az az ember, aki közvetíti az ő munkahelyüknek az ostromát, az az ostromlóknak drukkol. Ez egy borzasztó érzés, amikor egy ember kiszolgáltatottan a munkáját próbálja végezni, mondhatom, hogy talán életveszélyben, és azt látja, hogy egy kollega drukkol, tüntető kollégákról beszél, forradalmárokról beszél, és szubjektíve az az érzése van a bent dolgozóknak, hogy aki ott kint áll és kollega, az azoknak drukkol, akik majdhogy nem az életére törnek. Álláspontod szerint miben vétett a szakmai és etikai normák ellen a Hír TV riportere? Én őrizkednék attól, hogy véleményt nyilvánítsak az ő munkájukról. Mégiscsak van egy olyan szakmai, mondjuk úgy általános követelményrendszer, amely szerint jó, ha dolgozik egy újságíró, te is, ő is, én is. Én azt mondom, hogy én az MTV hírigazgatójaként mindig azt várom el a munkatársaimtól,
hogy ne azonosuljak, ahogy Szalai Anna Mária mondta az előbb, tapasztalható volt némi érzelmi azonosulás. Én azt várom el az én kollégáimtól, hogy ilyen ne forduljon elő a mi műsorainkba. Hadd mondjak egy példát, amivel talán érzékelhető, hogy szerintem maga a Hír TV riportere is érezhette, hogy valami nem stimmel. Ugye azon az estén forradalmárokról, változást akaró fiatalokról beszélt, akik egyébként bekötött fejjel autókat gyújtottak föl, de ő ezt abban a pillanatban így érzékelte. Majd másnap ugyanezekről a tüntetőkről, már csak mint úgynevezett demonstrálók, ha mondhatom ezt a szót, idézett tőle, vagy randalírozókról beszélt. Ugyanazok az emberek voltak, és nem történt közte semmi, nem mondta azt, hogy hát esetleg lehet, hogy rosszul láttam. Én úgy érzem, hogy ez maga azt mutatja, hogy utólag ők maguk is egy kicsit átértékelték ezt a szerepet. Én nem szeretnék még egyszer szakmailag állást foglalni, én nem tartanám azt etikusnak, hogy kollégákról véleményt mondjak. Azt tudom mondani, hogy mi, akik ott dolgoztunk benne az épületben, mi úgy éreztük, és ez egy szörnyű érzés, hogy azoknak drukkol, akik fel akarják gyújtani a kollégáink, vágó kollégák, operatőr kollégák, technikus kollégák autóját. Egyéb iránt, amikor másnap sajtótájékoztatót tartottatok a Magyar Televízióban, a Hír TV-t ugye kiutasítottátok, ezt jó előre megfontoltátok, vagy pedig ez egy hirtelen jött ötlet volt? Pontosítanék, ez nem egészen így történt. Az országgyűlés elnöke, mint a tulajdonos országgyűlés első embere járt a televízióban, ez egy nyilvános sajtóesemény volt, amin ott volt a Hír TV kamerája is, elejétől végéig. Utána a Hír TV riportere oda ment az MTV elnökéhez, és interjút kért tőle, aki azt mondta, hogy nem kíván interjút adni, és megkérte, hogy hagyják el az épületet. Akkor lehet ezt jogilag, etikailag sok mindenféleképpen értékelni. Akkor az az 1500 ember, aki abban a televízióban dolgozott, az úgy érezte, hogy kiálltak érte. Ez csak annak a pillanatnak szólt, vagy ez most tartósul ez a rossz viszony a két televízió között? Én nem szeretnék semmiféle rossz viszonyt. Nem gondolom, hogy a tévéknek egymással kell foglalkozniuk. Amikor a Hír TV épületében bombariadó volt, mi az MTV műsorában demonstratíve szolidaritásunkról biztosítottuk a Hír TV-t. Nincs semmiféle okunk, nem foglalkozunk a Hír TV-vel, ellentétben némely hírtévés műsorral, és néha szokott még az MTV-vel foglalkozni, talán lehet, hogy ez persze érthető egy közintézménynél. Nem gondolom, hogy szükséges a médiumoknak, különösen televízióknak egymással foglalkozni. Én bízom benne, hogy ez meg fog szűnni. Mi legfeljebb ezt jelenségértékűnek véljük már, mint ezt a problémát, és azért foglalkozunk vele, azért tekintjük magunkat. De nem egymással foglalkozunk, igen. Én azt mondanám, hogy és lehet, hogy túlzó lesz, amit mondok, de azt mondom, hogy lehet, hogy egy apró gesztus jó lesne az MTV-ben néhányaknak, hogy nem úgy gondoltuk, vagy bocs, vagy valami ehhez hasonló, ami arról szól, hogy az az ember, aki, mondom még egyszer, azt érezte, hogy itt ellene drukkolnak, hogy elragadtak az indulatok. Köszönöm szépen. Azzal egyetértenek, és mindhármukat kérdezem, hogy az ORTT vizsgálat támadás a sajtószabadság ellen. Szalai Anna Mária? Azért ezt én erősnek gondolom ezt a kifejezést, hogy a sajtószabadság elleni támadás, a sajtószabadság, a véleménynyilvánítás szabadságának vannak határai, azt hiszem azzal mindannyian egyetértünk. Számos ponton lehet vitatkozni egy állítással, lehet korlátozni a véleménynyilvánítás jogát is, az előző beszélgetés éppen erről szólt. Én nem tartom szerencsésnek azt, hogyha egy ilyen kérdés a bíróságon dől el a végén, mert ugye a bírói joggyakorlat az elég változatos Magyarországon, például ugye az előzőekben hallott bíró úr letönt el több börtönbüntetésre szeretett volna ítélni egy újságírót. Most ebben hagyd ne menjünk bele, mert nincs itt a bíró. Így van. Tehát én az egész ügyről azt gondolom, hogy egy publicista, politikus, újságíró kollega szubjektíven megítélhet egy-egy ilyen helyzetet. De az ORTT nem engedheti meg magának. Az ORTT nem a publicisztika és a sajtófigyelés keverékéből álló gyors jelentés alapján kellene következtetéseket levonni, hogy milyen volt a tájékoztatás. Azért mégiscsak az ORTT-nek kell számon kérni. Így van, egyetértek. Én azt javasoltam, hogy rendeljünk meg külső kutatócsoportoktól elemzéseket, rendezzünk egy nemzetközi konferenciát, hiszen számos országban vannak zavargásokról, arról szóló tájékoztatásról,
tapasztalatok, és ez alapján értékeljük a magyarországi tájékoztatást, és adjuk normákat a szakmai körökkel egyetemben, hogy mit kell, mit helyes ilyenkor tenni. Tehát az ORTT ne büntessen, ne tolja el a bíróságra azt, hogy hogy kell tájékoztatni, és különösen azt tartom aggályosnak, hogy arról persze én is tudok elmélkedni, hogy ez elfogultságnak megfelelte, vagy nem. Az egyik tudósító működése. Azért ő volt az est főszereplő, ezt így azért van, tegyük a rendkedvéért hozzá. Összességében azért nézzük meg, és nem tudjuk, hogy mi történt. Még itt Kert Attila mondta, hogy másnapra korrigálta a tudósító a véleményét. Azt mondtam, hogy elkezdett más kifejezéseket használni. Köszönöm a pontosítást. Így értettem én is. Tehát, épp, hogy nem korrigálta. De más kifejezéseket használt. Ilyen értelemben az előző felülírta, ahogy megegyezhetünk ebben a szóban. Igen, pont a korrigálást hiányolta. Jó, hát, lovagolunk szavakon persze, azt is lehet mondani, hogy kit nevezünk csőcseléknek, kit nevezünk forradalmárnak, tehát a politikai korrektség már olyan torszüleményeket okoz előbb-utóbb, hogy nem merjük nevén nevezni a dolgokat, és lassan azt kell mondani, hogy valaki romakereket hány meg, afroamerikai csókon égett. De miért most, ha már a csőcseléket tetszett említeni, akkor... Mondom, hogy most ne lovagoljunk a szavakon, tehát én azt gondolom, hogy ne lovagoljunk ezeken a szavakon. Én azt nagyon helyesnek tartom, hogyha egy alapos vizsgálat után az ORTT a szakmai körökkel egyetemben valami zsinórmértéket állít. De az, hogy bírósági útra tereljen esetlegesen közigazgatási eljárás után egy-egy ilyen tájékoztatást, azt nagyon veszélyesnek tartom, mert elbizonytalanítja a munkatársakat. De az, amikor elviszik az Európai Néppárt elé, és ugye a néppárti politikusok véleménye szerint most éppen azért támadják a Hír TV-t, mert a magyar nyilvánosságban egyedüliként közvetítette élőadásban a Szabadság téren történteket, hát azért ez már mégiscsak a költői túlzásnak a kategóriája, nem? A erő azt tartja, hogy... Nem, de ő mondta az előbb, hogy az ORTT elő akkor vigyük, de a néppárt elé lehet hamarabb vinni ezek szerint? Ez, hogy is mondjam, ha politika keletkezett az ügyből, már pedig azért lássuk, hogy politika lett belőle, hiszen a 19-én már Kuncze Gábor azzal indított, hogy nem szalonképes a televízió. Innét ne csodálkozzunk, hogyha esetleg az európai politika is a politika szintjén kezeli, de én azt tartom igazán aggályosnak, hogyha az ORTT azt is vélelmezi, hogy esetleg ez a műsorszolgáltató a magyar köztársaság alkotmányos rendjét nem tartotta tiszteletbe. Tehát azért ne könyörgöm, ne essünk túlzáson, hogy a Hír TV robbantott ki valamit. Parancsolj! Ez azért nem kifejezetten... Pont 3 perc van még hátra, csak azért, hogy mindenki úgy szabja elég meg a mondatóját. Szóval nem kifejezetten, ezt nem csak kizárólag esztétikai elemzésről van szó. A Magyar Köztársaság Bírósága egy ítéletben 2 év, 2 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélt valakit, nem mondom a pontos tényállást, felfegyverkezve elkövetett hatóság elleni erőszakért. Az ítéletben benne van, hogy ez az ember azért ment oda, ez benne van az ítéletben, mert látta a Hír TV tudósítását. Innentől fogva ez minden magyar bíróság előtt bizonyítottnak tekintendő. Más szóval a dolognak attól függetlenül, hogy bárki bíróság elé ment volna, valamiféle jogi relevanciája már van. Ez egy bizonyított ténynek tekintendő a magyar jogrend szerint. Gábor? Igen, hát én ugye azt szerettem volna mondani, hogy először is ugye Kuncze Gábor, amikor erről beszélt, az nem annak szólt, hogy a Hír TV közvetítette, ami történt, hanem amiről itt beszélgetünk ebben a műsorban, ahogyan közvetítette, ami történt, ahogyan torzult a valóság és a pártatlan tájékoztatásnak a egyébként mindenkire elvonatkoztatható elvárása. Ez az alapprobléma. Szerintem másik... egy kicsit ezt szalajjan a Mária is tudja, mert a igen. Véleményében volt egy ilyen megengedés, igen, nem? Igen, a másik, amiben én alapvetően egyetértek azzal, amit az Anna Mária itt mondott, hogy nem jó, hogyha ezek az ügyek természetesen a bíróságon kerülnek elintézés. Egyáltalán nem jó, sem a újságokkal, a médiával kapcsolatban, sem a politikával kapcsolatban. Viszont ugye az Anna Mária előző felvetésére is egy válasz az, amit most szeretnék mondani. Természetesen a szabadság jogainak is vannak bizonyos korlátai. Ez általában az alkotmány, másik ember hasonló szabadsága, illetve nyilvánvalóan a szólásszabadságnak is ott van a korlátja, amikor nem lehet a szólásszabadságot arra használni, hogy közvetlen erőszakra bújtogassunk. A történet pontosan erről szól. Amikor te ugye említesz cikket, ami megjelenik a sajtóban, azzal nem kell egyetérteni, mert senki nem ért egyet gyalászkodó írásokkal, de azoknak is van helye, van lehetősége, még ha nem értek vele egyet. Viszont van egy olyan pont, amikor az alkotmányos rendnek egy olyan átlépéséről van szó, és annak következményeiről, amiről most Kert Attila is beszélt egyébként, egy bírói ítélet.
rendelet kapcsán, ami más kategóriába tartozik. Azt gondolom, hogy itt van ez a határ, amin a Hír TV átment, és itt elvárható lenne a televíziótól, hogy tegye világossá azt, hogy igen, ez hiba volt, ilyet legközelebb nem fogunk megcsinálni. Köszönöm szépen mindannyiuknak, mind a négyüknek. Dolgaink így mentek 2006. október 5-én, holnap este ismét találkozunk, ha úgy gondolják. Jó éjszakát és sok szerencsét!